Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon, ahol tudjátok, az itt látható videók a narcisztikus, illetve toxikus kapcsolatokról szólnak, és itt mindig azt vitatjuk, arról beszélgetünk, hogy ezek a kapcsolatok miért nem működnek, és miért okoznak nekünk olyan nagy fájdalmakat. És akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel, akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot, és anyagilag is lehet támogatni a csatornát, és olyan sokan támogatjátok már anyagilag a csatornát, annyira örülök ennek, és tudjátok, hogy minden fillér vissza van forgatva a csatorna működésébe, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk a Super Thanks-eknek is, valamint a programszerű támogatásoknak is, és akit a programszerű támogatások érdekelnek, az nyomja meg a csatlakozás gombot itt a képernyő alatt, és ott kiválaszthatja magának a megfelelő támogató programot. De ma akkor kezdjük is el a mai témánkat, az pedig kapcsolódik az utolsó videónk témájához. Az utolsó videónk témája az a terminológiák csapdája volt. Aki ezt még nem látta, az nézze gyorsan meg, mielőtt rákapcsolódik erre az új videóra, mert a kettő közt nagyon sok a hasonlóság. És a mai videót azokból a kommentekből építem fel, amelyet az utolsó, tehát a terminológiák csapdája videóra írtatok be, és fel is olvasom ezeket a kommenteket, de mielőtt belekezdenénk, hát most kedden megyek majd vissza Torontóba, megint beteg lettem, megint lebetegedtem, nem tudok egyszerűen kilábalni ebből a betegségből, de remélem, hogy mielőbb meggyógyulok rendesen, és mielőbb többet tudok foglalkozni a csatornával. Nagyon köszönöm a türelmeteket, és tudom, hogy rengeteg videó van, amiből még mazsolázni lehet, de tudjátok, hogy nekem is fontos, hogy újabb és újabb videókat készítsek nektek, hogy újabb és újabb elgondolkodtató témákat hozzak ide nektek, hogy újabb témákról tudjunk ugye beszélgetni, és új perspektívákat nyissak meg. Szóval nézzük ezeket a kommenteket. Kettő kommentet szeretnék kiemelni, amely nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, amelyet két ninja az előző videóra, a terminológiák csapdája videóra küldött be nekem, és most fel is olvasom nektek ezeket a kommenteket, és nézzük meg, hogy vannak ezek a kommentek, hát ha megtalálom őket. Szóval az első komment a Szabó Edittől jött, és azt mondja nekem: kedves Eszter, szerintem ez a szótár a meneküléshez vezető ajtó kulcsa. Amíg magunknak sem tudjuk megfogalmazni, mi a baj az életünkkel, addig hogyan tudnánk megoldást találni. Én is csak azt éreztem az életemben, hogy valami nincs jól. Én is az egészséges kapcsolatokból szerzett tapasztalataim alapján próbáltam magyarázatot keresni. Semmi sem működött. Éreztem, hogy menekülnöm kell, de nem tudtam elmondani, mitől. A válásom első tárgyalásán csak mekegtem, makogtam. Még én sem értettem magamat, nemhogy a kívülállók. Aztán rátaláltam a videóidra. Meglett a szótár, amivel világosan meg tudtam fogalmazni, mi történt velem. Megszabadultam a bennem lévő kételyektől. Buta vagyok? Mentális problémáim vannak? Rossz ember vagyok? Én tettem tönkre az életünket? Miattam van minden? Szabad lettem, újra a magam élettem. Gyötör még a válási procedúrával, de már tudom, hogy nem én vagyok rossz. Nem vagyok tökéletes, de elég jó vagyok. Ezt a szótáradnak köszönhetem, kedves Eszter. Persze, ez nem az én szótárom, Editkém, de nagyon szépen köszönöm, hanem ez egy szakmai szótár, ugye, amit használunk itt a csatornán is, de nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a hozzászólást, és teljesen egyetértek mindennel. Az én válaszom Editnek a következő volt, és ezt el is olvashatjátok a csatornán. Azt mondtam: drága Editkém, szuper hozzászólás, teljesen alátámasztja a videó témáját. Nagyon jól mondod. Amíg magunknak sem tudjuk megfogalmazni, mi a baj az életünkkel, tehát nincsenek a szavak, amikkel megfogalmazzuk, azt nem találjuk a mi kialakult szótárunkban, addig hogyan tudnánk megoldást találni? Csak mekegünk, makogunk, mikor beszélni kellene, nem tudjuk magunkat sem megfogalmazni, nem tudjuk megfogalmazni a borzasztó érzéseinket, nem tudjuk ugye magunkat képviselni. Senki sem ért meg minket, mert nem a megfelelő szótárt használjuk. Igen, nagyon jól mondod, a helyes kifejezések a szabadulás útját nyitják meg előttünk, és köszönjük, Editkém, ezt a hozzászólásodat. Szóval szerintem, Editkém, te nagyon-nagyon jól
megfogalmaztad a saját szavaiddal ennek az előző videónak a lényegét. És ezt mindig nagyon szeretem, mikor ezt teszitek, mert amikor a saját szavaitokkal megfogalmaztok egy témát, például ennek a videónak a lényegét, akkor ez nekem azt mutatja, hogy teljesen igaziból megértettétek annak a videónak a témáját, amit én szerettem volna mondani, és azt rá tudtátok húzni, applikálni tudtátok, rá tudtátok húzni a saját életetekre, a saját szituációtokra. Szóval nekem ez nagyon tetszett, és nagyon-nagyon egyetértek Edittel. Amíg nincsenek azok a szavak, amelyek teljes mértékben tükrözik a mi problémáinkat, a mi érzelmeinket, a mi tapasztalatainkat, a mi nyomorúságunkat, hogy így mondjam, ezekben a kapcsolatokban, és mi rossz szavakat használunk, tehát egészséges kapcsolatokra vonatkozó szavakat használunk egy toxikus kapcsolat leírására és megmagyarázására, és a mi érzelmeink megmagyarázására, addig a külvilág nem fog minket megérteni. Azért, mert mi sem értjük magunkat. És Edit ugye mondott, hogy a válásod alatt csak hebegtél, habogtál, mekegtél, makogtál, mert nem találtad azokat a kifejezéseket, amelyek pontos leírást adtak volna arról a tapasztalatról, arról a negatív tapasztalatról, amelyen te is átmentél. És itt van még egy nagyon jó komment, az pedig Katica Bogártól jött, és Katicánk azt írja ugyanehhez a videóhoz, a terminológiák csapdájához, hogy drága Eszter, ez ismét egy nagyon jó videó, köszönjük szépen, nagyon szívesen, Katicám, igen, nagyon hasznos ez a narcisztikus szótár, jó, ha ismerjük. Ennek ismeretében már tudom én is, hogy amikor régebben kétségbe esettem, próbáltam eltűnni, az nem ghosting volt. Amikor elkeseredésemben durvábban írtam neki, az nem a verbális bántalmazás. Ha már minden kötél szakad, és lekeverünk egy pofont, akkor az nem a fizikai abúzus, hanem egy reaktív válasz, amit kiprovokálnak. Amikor fájdalmas és érthetetlen mellőzöttségünkben elkezdünk utánuk járni, írni, hívni, keresni őket, akkor az nem a love bombing, stb. Szóval nagyon jól tetted itt, Katicám, hogy a te cselekedeteidet, ugye, amelyeket véghez vittél ebben a narcisztikus kapcsolatban a saját kétségbe esésedből kifolyólag, azt akkor most helyesen tudtad definiálni, és nem pedig azokkal a szavakkal leírni, amelyet egy teljesen más területen, másfajta kapcsolatokban használnál. Szóval nagyon hasonló minden cselekedet a felszínen, és ettől, ha még tanulatlanok vagyunk, akkor összezavarodhatunk, hogy kik is vagyunk valójában. Pontosan, mert ahogy az előző videóban mondtam, ezeknek a cselekedeteknek a lenyomata, ezeknek a vetülete a felszínről vizsgálva ugyanaz, mint hogy egy bántalmazó viselkedésnek. De ha a problémáknak, a cselekedeteknek a gyökerét nézzük, akkor látjuk azt, hogy teljesen más érzelmekben, más intencióban, szándékokban gyökereznek ezek a cselekedetek. Más szándékban gyökerezik egy abúzív cselekedet, és más szándékban gyökerezik egy reaktív vagy egy énvédő cselekedet. A felelősségünk itt is magunk felé az, hogy ebben a témában is tanuljunk. Ezért vagyunk itt, szeretettel ölelek mindenkit, mondja Katica, és nagyon köszönjük, Katica, mert ezzel a hozzászólással is azt bizonyítottad, hogy megértetted a videó lényegét, és hogy a videó lényegét, a mondani valóját nagyon jól tudod alkalmazni most már a te szituációdba. Az én válaszom az az volt, és olvashatjátok ti is a kommentekben, hogy drága Katicám, ez egy csodálatos és érthető, alkalmazható példákkal teli hozzászólás volt, ami igazán szuperül illusztrálja a videóban elhangzottakat. Köszönjük ezt a kiegészítést, rengeteg puszi és mindennel egyetértek. Nagyon tetszik nekem az, mikor bemutatjátok a mély tanulást, tehát amikor evidenciát, bizonyosságot adtok nekem a mély tanulásról, ami azt jelenti, hogy teljesen be tudtátok építeni a videók mondani valóját a ti életetekbe. Na most, egy kicsit tovább megyek ebben a témában, mert annyira jól ráéreztetek ennek a videónak a lényegére. Tehát ráéreztetek arra, hogy mennyire fontosak a szavak használata.
És ez hát természetesen nem az én ötletem volt, ez sem az én ötletem volt, én csak továbbítom ezeket a dolgokat nektek, hanem igaziból mi egy olyan dologról beszélünk itt most, amikor a szavaknak az emocionális töltetéről beszélünk, vagy a gondolatformáló töltetéről beszélünk, akkor mi egy olyan teóriáról beszélünk igaziból, amit úgy hívunk angolul, hogy linguistic relativity, amit magyarul úgy fordítanánk, hogy nyelvészeti relativitás, nyelvészeti viszonylagosság. Most tudom, hogy sokan szeretitek, amikor nem csak a nácizmusról beszélünk, hanem másfajta teóriákat, kulturális teóriákat is behozunk ide a videóba, és ezt most megteszem ismét, mert úgy érzem, hogy fontos. Tehát a linguistic relativity, ami a nyelvészeti relativitás vagy viszonylagosság, az egy nagyon-nagyon népszerű ilyen nyelvészeti mozgalom volt. A II. Világháború előtt kezdődött ez a mozgalom, aminek a lényege az volt, hogy azt kezdték vizsgálni a nyelvészek, hogy a szavaknak az emocionális töltete, vagyis a szavaknak a jelentése, a szavak, amiket használunk, mennyire befolyásolják a mi gondolkodásunkat, mennyire alakítják a mi gondolkodásunkat. És ugye ezzel már többször is találkoztatok, amikor ugye mondják emberek, főleg ilyen önképzéseken, hogy nem szabad magunkkal negatív módon beszélni, tehát nem mondjuk magunkról, hogy hülye vagyok, barom vagyok, buta vagyok, csúnya vagyok, mert a szavak igenis befolyásolják utána a gondolkodásmódunkat. Szóval ez a nyelvészeti relativitás, ez a linguistic relativity, ez pont erről szól. Na most valaki ezt elfogadja, valaki nem fogadja el, itt az álláspontok különbözőek lehetnek. Ennek a linguistic relativity teóriának, ennek a nyelvészeti relativitás teóriának kettő különböző nézőpontja van. Az első nézőpont az a strong version, vagyis hát az erős verzió, és ez az erős verzió nézőpont azt mondja, hogy ez a linguistic relativity, a nyelvészeti relativitás, ez determinálja, meghatározza, egyenesen meghatározza azt, hogy mi hogyan gondolkodunk. A másik verziója pedig a weak version, tehát a gyengébb verzió, amely azt mondja, hogy a szavak, amelyeket használunk, nem meghatározzák, tehát nem annyira erősen determinálják, meghatározzák a mi gondolkodásmódunkat, hanem befolyásolják valamilyen szinten a mi gondolkodásmódunkat. Viszont teljesen mindegy nekünk, hogy ez a nyelvészeti relativitás most strong vagy weak, tehát erős, determináló, vagy pedig csak befolyásoló, gyengébb verzió, ugye, amit mi erről hiszünk, mert a lényeg az, hogy a szavak igenis fontosak, mert segítenek minket meghatározni a gondolatainkat, és valamilyen szinten, ha csak a gyengébb verziót veszük figyelembe, befolyásolják a mi gondolatainkat. Ezért van az például, hogy ugye nyelvújítások is afelé tendálnak, hogy minél jobban kezdjük tisztítani a gondolatainkat, például csak mondok egy példát angolból, ugye már nem mondjuk azt, hogy policeman, mert ott van az benne a szó, hogy man, ami férfit jelent, és ha csak azt mondjuk egy rendőrre, hogy policeman, tehát rendőr férfi, akkor a mi gondolatainkba az fog leülepedni, hogy igaziból jó rendőrök csak férfiak lehetnek. Ezért vannak a nyelvújítások, hogy most már ugye angol nyelvterületeken nem azt a szót használjuk, hogy policeman, hanem azt, hogy officer, és az officer ugye az egy nem nélküli szó, ami csak rendőrt jelent, ami lehet férfi is, és lehet nő is. Tehát a nyelvújítások nagyon sok esetben pontosan ezért a nyelvészeti relativitás miatt jöttek létre, hogy a gondolatainkat hogyan befolyásolják a szavak, és ezáltal ne alakuljon ki például szexizmus vagy rasszizmus, maga a nyelv ne hordozza ezt magába, mert az csak táplálná ezeket a káros gondolatokat. Na most itt a mi szféránkban ez a nyelvészeti relativizmus, tehát a linguistic relativity nagyon jól mutatkozik abban, hogy mi más szavakat használunk, egy teljesen más szótárt használunk, akkor, amikor narcisztikus kapcsolatoknak a dinamikáiról beszélünk, amelyeket lehetetlenség megfogalmazni egészséges kapcsolatok viszonylatában használt szavakkal. És nagyon jó, hogy rájöttetek ti is, főleg ebből a két kommentből látom, Katica Bogár és Edith, nagyon jó rájöttetek arra, hogy ez mennyire fontos, és a megfelelő szavak nélkül
nem tudjuk a saját gondolatainkat se rendbe rakni, és ott kezdődik ez a zűrzavar a fejünkbe. Szóval nagyon örültem ennek, és írjatok még több kommentet, mert a kommentek azért is fontosak, mert ebből nagyon sokat merítek a következő témákhoz. Itt fogjuk folytatni. Nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek, puszi nektek, sziasztok, és gondolom legközelebb Kanadából fogok jelentkezni. Kedden repülök. Sziasztok, puszi nektek!